Megnyílt a mobil járványkórház, 43 koronavírusos beteget szállítottak a Semmelweis kórházból a Szegedi útra. Iskolai lázmérés, október 1-től szigorodtak a belépési szabályok. Letért az útról, fának hajtott, a Kia sofőrje a térdét fájlalta. Vidék és gazdaságfejlesztés, a női vállalkozók szerepéről volt szó a Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Köszöntöm Önöket, nézzük a mai nap fontos történéseit. Ma reggel megnyitott a Szegedi úti mobil konténerkórház. A nap folyamán összesen 43 covidos beteget szállítottak át a létesítménybe a Semmelweis kórházból. Mint dr. Szepesvári Szabolcs főigazgatótól megtudtuk, a híresztelésekkel ellentétben minden feltétel adott ahhoz, hogy a lehető legszínvonalasabb orvosi ellátás mellett kezeljék a covid-fertőzötteket ebben a mobil kórházban. Reggel óta nagy a mozgás itt a Kiskunhalasi mobil járványkórháznál, hiszen ahogy az mögöttem is látható, mentőautók jönnek ki és mentőautók jönnek be. Információink szerint a Kiskunhalasi Semmelweis kórházból a Covid betegeket hozzák át ide a mobil járványkórházba. Reggel óta egész nap mentőautók közlekedtek a Kiskunhalasi Semmelweis kórház épülete és a Szegedi úti mobil kórház között. A kórház főigazgatója kérdésünkre elmondta, a terveknek megfelelően sikerült megnyitni a mobil kórházat. A mai napon reggel 8 órától a mobil járványkórháznak a megnyitását követően a betegek logisztikai átszállítása történik a kórház épületéből, a kórház járványkórházából. Ez 43 beteget érint. Folyamatosan az OMSZ-szal együttműködve három mentőautóval történik a betegeknek az átszállítása. Természetesen mind a két helyszínen biztosított hozzá az elbocsájtó és a fogadó személyzet is. A COVID pozitív betegeket fogjuk a Dél-Alföld területéről itt fogadni. A gyanús betegeket, azokat egyenlőre más helyszíneken is kell, hogy fogadják. Ugye a Dél-Alföldbe, Bács megyének a gyanús betegeit kell Kiskunhalasnak első körben fogadnia és ellátnia, és amennyiben a kapacitásaink megtelnek, akkor lép be második lépcsőben ugye a Kecskeméti megyei kórház. Dr. Szepesvári Szabolcs azt mondja, minden feltétel adott ahhoz, hogy a lehető legszínvonalasabb orvosi ellátás mellett kezeljék a COVID-fertőzötteket a mobil kórházban. Összesen 150 betegnek az elhelyezésére van lehetőség a mobil járványkórházban. Ugye a tavaszi időszakban sok felvétel készült belülről is, most már ugye belülre a sajtómunkatársait nem fogjuk tudni beengedni, és szerintem nem is szeretne senki bekerülni, mert ugye vagy személyzetként, vagy betegként kerül be az ember innentől kezdve a mobil járványkórházba. A főigazgató szerint nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a kellő védekezés annak érdekében, hogy ne legyünk fertőzöttek. Az elsődleges ugye az, hogy megfelelő módon fegyelmezetten viselkedjünk. A fertőtlenítés, kézfertőtlenítés, kézmosás és a maszk használat az, ami védekezésként megvédhet bárkit attól, hogy megfertőződjön, vagy továbbadja a fertőzést. Ez egy nagyon fontos dolog, amit nagyon sokan elbagatelizálnak, mert ez mindenkinek a rendelkezésére áll, és hogyha a társadalom felelősen gondolkozik, akkor ez a járvány nem fog úgy eluralkodni, mint ahogy tavasszal például eluralkodott Olaszországon. Október 1-től az a gyermek, akinek a testhőmérséklete 37,8 foktól magasabb, nem mehet be a köznevelési intézménybe. A szigorítást követően tovább lett csökkentve azoknak a köre, akik bent tartózkodhatnak az intézmények területén. Ma reggel a központi általános iskolánál azt tapasztaltuk, hogy a lázmérés és a beléptetés gyors és zökkenőmentes volt. Reggel 4:18 sorra érkeznek a gyermekek és szüleik az iskolához.
Német Gara Mihálga is hallott az új szabályozásról, így elmondta gyermekeinek, hogy most nagyon oda kell figyelni a higiéniára. Figyeljenek oda egymásra, mossanak sűrűn kezet, az, hogy maszk használat abban a kicsi időben, amit kell használniuk, az nem egy nagyon vészes. Örüljünk annak, hogy nem kell az órákon használniuk. Úgyhogy én meg vagyok ezzel nyugodva, szerintem megteszünk mindent, amit lehet. A főbejáratnál mindenkinek meg kellett állnia a kötelező testhőmérséklet mérésre, és a kézfertőtlenítő használatát is ellenőrizték. Jelen pillanatban például a Halas Televízió képviselői sem léphetnek az épületbe, hiszen a mai naptól már csak az itt dolgozók, bármilyen munkakörben, akár karbantartóként, pedagógusként itt dolgozók, illetve a szerződésben lévő személyek, tehát akiknek az iskolában van milyen szerződés, azok jöhetnek be. A szülők közül csak egy felnőtt kísérő lehet a gyermekkel, és az az egy ember is különös feltételekkel jöhet csak be. Az igazgató szerint jó előre felkészültek már a szigorításra, minden eszköz megvan a gyors és pontos szűrésekhez. Egy kicsit mi mindenben a rendeleteket, határozatokat megelőztük, és hozzánk szeptember 1-e óta csak az udvarra jöhetnek be a szülők. Ez a mai napon kibővült azzal, hogy ők is csak szabályosan használt maszkban léphetnek az intézmény területére. Illetve mától van a hőmérőzés, de azt is csináljuk több hete, és nagy örömünkre most megérkeztek tegnap a hőmérők is. A 540 gyerekünkhöz kaptunk 10 darabot, tehát bőségesen rendelkezésre áll. Mi történik abban az esetben, hogyha egy gyermeknél hőmérsékletbeli eltérés látható? Minden gyereket megmérünk, és ha 37,8 fok fölött van a hőmérséklet, abban az esetben egy kicsit félre leültetjük, pihentetjük, hiszen lehet csak más oka is, nem pedig a láz. És ha egy kicsit később szintén ez a fölött, az érték fölött van, akkor haza kell, hogy menjen, szülőt értesítjük, és hazavisse a gyermeket. Az oktatási intézményeknél azt kérik a szülőktől, hogy amennyiben kisebb gyermeket hoznak az iskolába, várjanak néhány percet, hiszen ha kiderül a gyermekről, hogy magasabb a testhőmérséklete, akkor bizony baj van, értesíteni kell a szülőt. Így ha a szülő megvárja a lázmérést, sokkal egyszerűbben el tudja vinni haza vagy az orvoshoz a gyermekét. Fokozottan ellenőrizzék üzleteikben a szájmaszk viselését. Erre kéri a kereskedőket és üzemeltetőket az önkormányzat. A tájékoztató szerint a maszk nélküli vásárlót fel kell szólítani a távozásra, illetve meg kell tagadni a maszk nélküli vásárló kiszolgálását. Amennyiben a vevők a felszólításnak nem tesznek eleget, értesíteni kell a rendőrséget. Arra is ügyelni kell, hogy az üzletben való munkavégzés során is kötelező maszkot viselni. Az érintett kormány rendelet szerint a jegyző, mint kereskedelmi hatóság október 3-ától ellenőrzi a maszkviselés betartását és betartatását. Hogy milyen szankciókat kell alkalmazni szabálytalanság esetén, azt hírportálunkon a Halas Médián is elolvashatják. Baleset történt ma délután 4:15 körül Kiskunhalas és Zsana között egy jobbra ívelő kanyarban, a Kia sofőrje elvesztette uralmát az autója felett, letért az útról, kidöntött és maga alá gyűrt egy közlekedési jelzőtáblát, majd egy fának ütközött. A vezető a térdét fájlalta, ezért mentővel a Kiskunhalasi kórházba szállították. A baleset pontos körülményeit a Halasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészete vizsgálja. Tervezés alatt áll városunkban a Dongér-menti út északi szakasza. A tervezett nyomvonalat ma hozták nyilvánosságra. A Városháza által közzétett ábra mutatja, hogy a tervezett út a Kőrösi út, Jókai utca kereszteződésétől a Nagyszeder István utcáig tart majd. Az út majdani megépítésével érintett közel 70 helyrajzi számot is felsorolja a hirdetmény. Ez megnézhető hírportálunkon a halasmedia.hu-n. Az önkormányzat ezzel a hirdetménnyel értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait az engedélyezési eljárásról. Az ingatlan tulajdonosok tájékoztatást kérhetnek a felmerülő kérdésekben a 77-es körzet 523-131-es telefonon, vagy e-mailben a tot.p@kiskunhalas.hu címen. Október 1-én, vagyis ma van az idősek világnapja, a kórházakban és az idős otthonokban, így a Halasi Nyúl utcai idősek otthonában is továbbra fenntartják a látogatási tilalmat, így az intézményekben a családtagok nem tudják személyesen meglátogatni idős szeretteiket, viszont telefonon, interneten keresztül lehet tartani a kapcsolatot.
Az időseknek minden bizonnyal jól esik egy-egy telefonhívás. Ez a nap most arra is felhívja a figyelmet, hogy segítsük az időseket, illetve óvjuk az egészségüket, hiszen őket különösen súlyosan érintheti a koronavírus. A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Nők a vidék fejlesztésben és gazdaság fejlesztésben Nősztorik címmel szervezett egy rendezvényt Kiskunhalasra. A céljuk az volt, hogy felhívják a figyelmet a nők szerepére és hozzájárulására a vidékfejlesztés fenntarthatósága szempontjából fontos kérdésekben. A Kereskedelmi és Iparkamara a Csipke konferencia központba várta a vállalkozókat, érdeklődőket. A nők gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe volt a fő téma. A nőiség a vállalkozói világban is jelentkezik. Tulajdonképpen a vállalkozás indítás és a vállalkozás működése a gazdasági környezetben és a szabályozási rendszerben ugyanolyan lehetőségeket nyújt a nőknek és a férfiaknak is. A különbség nem ebből adódik. A különbség önmagában a nőiségből és a női létből adódik, ami jelentkezik a munkavilágában, jelentkezik a családi életben, és természetesen a vállalkozói létben is. A nők több időt töltenek a családdal, több időt töltenek a házi munkával, ez tradicionálisan így van, bár ma már úgy látszik, hogy a férfiak is nagyobb részt szeretnének ebben vállalni. De a vállalkozással töltött idő így csökken, és kevesebb, mint amennyit a férfiak tudnak ezzel foglalkozni. Dr. Dutkai Lórántné is részt vett a kerekasztal beszélgetésekben. Elmondta a kozmetikus vállalkozásával kapcsolatos tapasztalatait. Mint mondta, nagy elszántság kell a vállalkozás elindításához. Valamilyen koncepciójának kell, hogy legyen elképzelése. Fontos az is, hogy mondjuk fölmérje a környezetet, ahol ő mondjuk ezt a vállalkozást akarja csinálni, hogy vajon ott majd van-e ennek értelme, van-e jövője, mondjuk milyen a konkurencia. Én nekem az a véleményem, hogy az nem probléma, ha van konkurencia, hiszen mindenkinek az kell, hogy legyen a célja, hogy ő legyen a legjobb. Céltudatosnak, szorgalmasnak, kitartónak, tehát azért nem egyik pillanatra a másikra lehet egy véleményem szerint egy vállalkozást felépíteni. A Nők szerepe a vidék fejlesztésben, gazdaság fejlesztésben című kézikönyvet Keveházi Kata, a Jólét Alapítvány elnöke mutatta be. A szakember beszélt a legfrissebb kutatási eredményekről is. Mit is jelent ugye a nőies értékrend? A gondoskodást, ugye? Az, hogy kapcsolódunk, hogy szolidárisok vagyunk egymással, hogy gondoskodni akarunk a jövő generációiról, hogy egészségben szeretnénk élni, hogy megsirattunk egy szegény kisgyereket, bárhol is van a világ végén egy éhező kisgyereket látunk, akkor potyognak tényleg a könnyeink, én azt gondolom, hogy ez minden nőre igaz, a férfiakat is megérinti, de ugye a szocializáció miatt nehezebben fejezik ki ilyen értelemben, ahol az érzelmeiket persze a tenni akarásban tudnak jelen lenni, nem kétséges. Tehát ez a fajta értékrend, aminek az átalakítása a nők által lehetséges. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Megnyílt a mobil járványkórház, 43 koronavírusos beteget szállítottak a Semmelweis kórházból a Szegedi útra. Iskolai lázmérés, október 1-től szigorodtak a belépési szabályok. Letért az útról, fának hajtott, a Kia sofőrje a térdét fájlalta. Vidék és gazdaságfejlesztés, a női vállalkozók szerepéről volt szó a Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Kedves nézőink, Önök a folytatásban hamarosan az időjárás előrejelzést, majd az Iparkamara tájékoztatóját láthatják és hallhatják. 7:30-kor kezdődik Kultúrkép című műsorunk. Fehér Erika szerkesztő az alábbiakkal ajánlja ezt a műsort. Felharsannak a kürtök, egy klipforgatás kulisszatitkai a Magyar Olimpiász. A 7:30-kor kezdődő Kultúrkép című műsorunkban térzenével köszöntjük a zene világnapját. Német zenészekkel dolgozott együtt a Kiskun Táncegyüttes, és film készült Vermes Lajos palicsi polihisztorról. Ritter Nándor néval az őszi zsidó ünnepekről láthatnak egy beszélgetést, de programokat és olvasmányt is ajánl a Kultúrkép. Mindezt tehát 7:30-kor. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, hamarosan folytatjuk, viszontlátásra!